Az országgyűlés döntése alapján szeptemberig még biztosan érvényben lesz a rendkívüli jogrend, ami azt jelenti, hogy a képviselőtestülettel egyeztetve ugyan, de addig a települések polgármesterei dönthetnek egy személyben a helység ügyeiben. Bátaszéken legutóbb májusban születtek határozatok. A döntések között szerepel többek között a bátaszéki tulajdonom gazdasági társaságok 2020-as mérlegbeszámolójának elfogadása is. Mind a Bátkom Kft., mind pedig a Bátaszékért Marketing Kft. Mérlegbeszámolóját áttanulmányoztuk, megvitattuk. Mind a kettőre lehet mondani, hogy pozitív mérleggel, azaz eredménnyel zárta a 2020-as esztendőt, és mindazokat a feladatokat, amiket elvégzésül rájuk bíztunk, akár városüzemeltetés területén, akár pedig kultúra és közművelés terület, maradéktalanul végre tudták hajtani, és ahogy említettem, pozitív mérleggel zárták a 2020-as esztendőt. Ilyenkor májusban tárgyaljuk azoknak a szervezeteknek a beszámolóit, akik rendvédelemmel, életvédelemmel foglalkoznak és tevékenykednek a városunkban. Elolvastuk azt az írásbeli beszámolót, amelyet elkészített a rendőrség a 2020-as működéséről. Azt állapítottuk meg, hogy statisztikai szempontból egy kicsit változtak a számok, de nyugodt közbiztonság jellemzi Bátaszéket a 2020-as esztendőben is. A tűzoltóság, a katasztrófavédelem, valamint az önkormányzati tűzoltóság és a bátaszéki polgárőrség beszámolóját is elolvasták és elfogadták. Bozsolik Róbert úgy fogalmazott, csendes, nyugodt esztendőt tudhatnak maguk mögött, és bár a koronavírus járvány hozott plusz feladatokat a szervezeteknek, de mindent megoldottak. Döntés született arról is, hogy hogyan indítsuk el a 2021-22-es nevelési évet az óvoda, illetve bölcsődei feladatok tekintetében. Sajnos egy demográfiai hullámhoz ért az óvoda, hiszen 25 fővel kevesebb gyermeket irattak be a következő nevelési évre. Ez alapvetően egy óvodai csoportnyi gyermeknek a eltűnését, ha szabad így fogalmazni, jellemzi a rendszerből. Ettől függetlenül úgy döntöttünk, hogy továbbiakban is Bátaszék tekintetében 9 óvodai csoportot fogunk indítani. Egy kicsit szellősebb lesz a csoportokban lévő gyermekeknek az elhelyezése és száma, mert azt látjuk, hogy a hullámvölgynek az aljára értünk, tehát 22-ben, illetve 23-ban újra 225 gyermekkel tudunk majd számolni, váratlan annyian tudnak majd beiratkozni az óvodában. Ez az óvodai csoportszámhoz biztosítjuk a megfelelő pedagógus és szakszemélyzetet, illetve a technikai személyzetet is. Bölcsőde tekintetében is van egy némi kis megtorpanás. 2 bölcsődei csoportot fogunk indítani a következő esztendőben is, de nem lesz csúcsra járatva a beiratott létszám. 24 gyermeket tudnánk fogadni, de váratlanul 17 gyermekkel fogunk majd működni az elkövetkezendő nevelési esztendőben. Egy új projekt előkészítése is folyamatban van. A megyei önkormányzatnak lehetősége van európai uniós forrásból tervezési feladatokat átvállalni önkormányzatoktól, és ezt meg is tették Bátaszék esetében. A Vörösmarty utcai idősek otthona új épületét szeretnénk a megyei önkormányzattal közösen megterveztetni, annak érdekében, hogy egy másik pályázati lehetőséget esetlegesen kihasználva egy új idősek napközi ellátását végző épületet tudjunk létrehozni az elkövetkező időszakban. Az adóigazolási beszámolót is elkészítették. Erről dr. Varga Erzsébet, a város jegyzője számolt be stábunknak. 3 fős adócsoportunk működik, akik a 4 település vonatkozásában látják el az adóigazgatási feladatokat. Ez azt jelenti, hogy Bátaszék adótevékenysége mellett, vagy adóival kapcsolatos tevékenység mellett Alsónán, Alsónyék és Árpilis településeken is tevékenykednek. A tavalyi évben Bátaszéken 2 helyi adónem vonatkozásában jártak el. Egyrészt az iparűzési adóból volt adóbevételünk, illetve a magánszemélyek kommunális adójából. Az állampolgárok és a cégek jogvető magatartást tanúsítottak az elmúlt évben is, ahogy korábban is szépen bejöttek az adóbevételek a tavalyi évben is. Iparűzési adóból 317 millió forint adóbevételre tett szert az önkormányzat. Ez 92%-os teljesítést jelent az előíráshoz képest, tehát a vállalkozások becsületesen fizettek.
illetve a magánszemélyek kommunális adójából 31 millió forint folyt be, ez az előíráshoz képest 83%-os teljesülést mutat. A korábbi évekhez viszonyítva hasonló volt a befizetési arány, ez korábban is ilyen arányban szokott befizetésre kerülni. Ezen kívül a gépjármű adóval kapcsolatos feladatokat látták el az ügyintézők. Az ebből származó jövedelem azonban már nem az önkormányzat bevétele volt a tavalyi évben, így 21 millió forint kiesett a költségvetésből. Varga Erzsébet úgy nyilatkozott, ennek ellenére sikerült áthidalni az évet, a gazdálkodás zökkenőmentes volt.